Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Gödöllői Királyi Kastélyban. Ez a 10. vadásznap, több mint 10 esztendővel ezelőtt Ambrózy Árpád úr ötletéből indult ez a rendezvénysorozat. Azzal a céllal, hogy egy picit bemutassuk, hogy a Gödöllői Kastélynak nem csak királyi hagyományai vannak, nem csak szép hölgyek kötődnek hozzá, hanem bizony a vadászat kultúrája is szerves része történelmének. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt államtitkár úr! Kedves Széchenyi Zsigmondé úrasszony, köszönöm, hogy minden évben itt van. Köszönöm államtitkár úrnak is, hogy meglátogatta a rendezvényt. Hölgyeim és uraim, 10. vadásznap alkalmából van módom köszönteni Önöket. Mind a 10 alkalommal itt voltam, és azt érzékeltem, hogy van igény arra, hogy egy ilyen jellegű kultúra visszaköltözön a Királyi Kastélyban, és ennek nyilván kezdeményezője Ambrózy Árpád volt. Háttérinfrastruktúrát a Királyi Kastélyel ott és a város is mindenkinek támogatja ezt a rendezvényt. Bízom abban az előbb említettek alapján, hogy a 2021-es világkiállítás alkalmával is kap üdülő szerepet, hiszen nem csak a 10 esztendő, hanem azok a hagyományok és azok az értékek, ami itt a kastélyban előfordultak az elmúlt évszázadokban, azok erre is köteleznek bennünket. Köszöntöm ő felségét, bocsánat, vele kellett volna kezdeni, egy kicsit beszélget udvar hölgyével. Minden alkalommal kilátogat ide pár órára közénk, és igyekszik visszahozni személyén keresztül is azt a hangulatot, azokat az érzéseket, amit a Királyi Kastély épület együttese is üzen mindannyiunk számára. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy Gödöllőt választják. Sokszor a rendezvények helyszínén, hiszen Gödöllő az elmúlt időszakban kastélyon keresztül és más rendezvényen keresztül is itt Budapest mellett egy olyan találkozó pont, ahol értékek kerülnek bemutatásra, vadászaton keresztül, a kultúrán keresztül, és sok-sok minden más olyan tevékenységen keresztül, ami összeköt bennünket ebben az eléggé keszekusza világban. Nekem szeptember mindig, amikor megszólalnak ezek a kürtők, akkor a vadász napot jelenti, feltehetően önöknek is, és kívánom azt, hogy az időjárás feltehetően engedni fogja, érezzék jól magukat itt Gödöllőn, töltsenek el egy napot. Itt a gyönyörű háttérlátvány is azt mutatja, hogy sok izgalmas program következik. Igazgatóktól azt hallottam, hogy 100 állatnak kellett ántérsz engedélyt kérni, 300 szereplő van, 300 közreműködő a mai nap, tehát azt hiszem, hogy egy gazdag kínálattal tölthetik el önök az időt, ami a gyerekektől kezdve a felnőttekig mindenkinek ad látnivalót és szórakozni valót. Kívánom, hogy érezzék jól magukat, köszönöm még egyszer, hogy eljött. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! A 10. vadásznapot tartjuk az idén Gödöllőn, és 10 év után óhatatlanul az ember egy kicsit összegezni kínál. Az a tapasztalatom, miután 10 év tapasztalataiból már lehet következtetéseket levonni, hogy a vadászat érdekli az embereket. Nem csak a vadászokat, hiszen ez természetes, hogy az ő érdeklődésük esetleg ide vonzza őket, hanem a széles nagy közönséget is érdekli a vadászat. Vajon mi lehet ennek a titka, hogy ilyen érdeklődésre tarthat számot
az ország számos vadászati rendezvénye, közöttük a Gödöllői Vadásznapi. Vissza kell tekintenünk ehhez az emberiségnek a múltjába, hogy ezt igazából megértsük. Mondhatjuk azt, hogy körülbelül 500 ezer év, amióta az ember megjelent a Földön, és ebből bizony nagyon lényeges időt töltött csupán a vadászattal, tehát mindazt, amire szüksége volt, a vadászat útján, illetve a természetből való beszerzés útján szerezte meg magát. Thank you.
rám kaputat, hadd kerüljem váradat, rózsafának illatja, az én szívem biztatja. A magyar nyelven csak egy magánhangzó változott meg a két évben, de teljesen különböző a jelentése a két szónak. Az Erzsébetben láthatjuk Székely Bertalannak a festményén, 1867. június 8-án a Márkás templomban magyar királyné koronázták Erzsébetet, és mivel nagyon szerette őt a magyar nemzet, ezért egy szertartás keretében ugyanazon a napon, tehát Ferenc Józseffel ugyanazon a napon koronázták magyar királynévá, pedig általában a királynékkal több nappal a király koronázás után koronáztáktak meg. Térjünk át a lovas és a vadászat szóra. A vadászatokról, falka vadászatokról van itt szó, de ennek előfeltétele természetszerűen, hogy a lovas nagyon jól tudjon lovagolni. Látni, hogy ez a szoknyát olyan
tervezve, hogy a hölgyek lovagolhatnak, hogy megsértenek az illemet. A hölgyeknek általában kisebb, úgynevezett dáma lovak bukáltak, könnyen kezelhető lovak voltak ezek, nagyon kecses lovak, mondhatnék szinte, a hölgyeknek teremtették lovak. Úgyhogy a kettő együttesen ló és hölgy, annál szebb a világ. Szürke lovon ez a hölgy. Most látom, hogy